Sport, marketing, gazdaság. A mikrofonnál Mezei Dániel. Jó napot kívánok, köszöntöm a Gazdasági Rádió hallgatóit, kellemes délutánt. Ma este, kora este itt a sportmarketinggel, sportgazdasággal foglalkozó műsorban nagy szeretettel köszöntöm Orosz Pált, a Ferencváros, az FTC labdarúgó ZRT vezérigazgatóját. Szia Pali, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, én köszönöm. Gratulálok. Köszönjük szépen. Az idényhez, mert nagyon jó sikerült ezt. Meg lehet így fogalmazni, ugye? Igen, szerintem nyugodtan. Tehát, hogyha valaki a szezon előtt ezt mondja nekem, akkor szerintem én azt aláírtam volna. Tehát, hogyha belegondolunk azért, hogy a Lipcseiek bajnokok lettek az utánpótlás 21-es csapattal, lányok bajnokok lettek, lányok kupagyőztesek lettek, férfi csapat megnyerte a Liga kupát, megnyerte a Magyar kupát, egyetlen egy dolog, ahol csak ezüstérmet értünk el, idézőjelben csak, az a bajnokság. De ott is a tavasz nagyon jól sikerült. Nagyon, igen. Benne volt a pakliban, hogy így sikerülhet ez az idény? Azért volt benne, mert ugye az őszünk az elég gyengusztra sikerült ahhoz képest, ahogy szerettük volna. Tehát, de mi tudtuk azt, hogy azért itt egy jó játékos állományban, egy jó szakmai stábban, egy jó háttér van, tehát igazából a munkának valamikor ki kellett jönnie. Nekem még voltak olyan álmaim, hogy esetleg a bajnoki címet is meg tudjuk szerezni, ugye az utolsó fordulóban otthon játszottunk a Vidivel, mondom, hogy ha rájuk jövünk 3 pontra, és esetleg nyerünk, mint ahogy nyertünk is egyébként, de hát ugye akkor már nem volt ennek tétje, akkor bármi történhetett volna, de hát nem sikerült felzárkózni hozzájuk, mert azért nekik is egy elég jó szezonjuk volt, és gratulálok nekik innen is. De hát azért megmutattuk, hogy minket sem szabad leírni, tehát az utolsó héten 2-szer játszottunk a Vidivel, ugye egyszer a kupadöntőben 4-0-ra nyertünk, utána pedig, vagy 4-1-re, utána 4-0-ra, igen, és utána pedig volt egy ilyen gól. Utána pedig ugye 2-0-ra nyertünk a bajnokin, tehát azért azt nem lehet elvenni a csapattól, hogy nagyon-nagyon szépen összeállt. Nyáron nehéz volt, mert nagy volt a fluktuáció, sokan jöttek, mentek, és ugye az Európa Liga selétezők miatt nem volt idő arra, hogy összerakja Tomás Rendes, illetve a szakmai stáb a csapatot. Télen viszont volt egy hosszú felkészülés időszak, elmentünk Törökországba, edzőtáborba, és ahogy Tomás mondta, igazából Bundesliga körülmények voltak. Volt egy kimondottan jól sikerült igazolása a Ferencvárosnak a nyár folyamán is, de a téli átigazolási időszakban is Varga Rolandot lehet itt említeni talán, vagy éppen Ramirezt, aki aztán végül ott is marad a csapatnál. Igen. Ő egy válogatott játékos, egy ekvádori válogatott játékos. Azt mondják, hogy nem is volt olcsó. Hát ezzel vitatkoznék. Most a mondatod első részére visszautalva, tehát igen, jól sikerült ez az átigazolási időszak, illetve nyár is, tehát jó játékosok érkeztek. Itt most beszéltek természetesen az ikonunkról, Gera, aki itt sok olyan vádért, még láthatatlanban, hogy na persze majd hazajön levezetni. Hát aki látta az elmúlt szezont, az most megbizonyosodhatott arról, hogy Zoli egyáltalán nem levezetni jött haza, hanem fantasztikus szezont futott. Én úgy gondolom, hogy benne volt a levegőben, hogy ő lesz a szezon legjobb játékosa, de nem ő lett végül. De, hát kinek, ugye ezek mindig szubjektív dolgok. Ott van Hajnal Tamás, ő is hihetetlen munkát végzett el, de hát sorolhatnám a többieket is, és itt említetted Varga Rolandot, aki szerintem egy nagyon jó igazolás volt. Az elején volt rajta egy óriási presszió, egy megfelelési kényszer, tehát az, hogy a Ferencvárosba jött, és hogy a Ferencvárosba hogy fog tudni majd megfelelni a közönségnek, a szakmai stábnak, a mindenkinek. Ez nagyon nagy nyomás volt rajta, de aztán egyszer csak kiszakadt az gólzsák, és onnantól kezdve rendben is volt. Ramirezt is említetted, Ramirez ugye kölcsönben volt nálunk, és hát sikerült megállapodni a Düsseldorffal, hogy véglegesen a Ferencváros játékosa lesz. Nem titok, elmondom, hogy mennyiért sikerült őt megvenni, 180 000 euróért. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy olyan rettenetes összeg, tehát azért ennek a háromszorosát elkérték volna tőlünk egy magyar játékosért, akit szeretünk volna a Fradiba hozni. Ebből is látszik, hogy nem biztos, hogy reális a piac. És ugye 3 évre érkezett. A Ferencváros játékosa, és 3 évre írtunk most alá. A Fortuna Düsseldorf, ez egy Bundesliga 2-es csapat, egyébként tradicionális együttes. De ezek szerint a Fradi most képes arra, hogy megszerezzen ilyen egyébként az ekvádori válogatottban a VB-n is ott levő, igaz, nem kerettag szélsővédőt. Hát igen, de még egyszer mondom, az összeg az szerintem nem egy egetrengető összeg volt. Tehát itt mentek a mondák millió eurós, meg 800 000 eurós, egy millió eurós árakat írtak. Természetesen hát volt a csapatnak egy elképzelése nekik, hogy mennyit szeretnének kapni, mint a klubnak, hogy mennyit szeretnének kapni. De hát aztán ezt sikerült lenyomnunk ezt az árat, és szerintem nagyon-nagyon jó vásárt csináltunk vele. Egyrészt, mert nagyon jó játékos, másrészt pedig azért belőle lehet egy második Besics, hogyha üzletileg nézzük. Igen, azt lehetett még olvasni, de hát jobb, ha te mondod, nem azt,
hogy mit olvasott az ember, hiszen itt ülsz. Orosz Pál a vendégem a Gazdasági Rádióban, a FTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatója, hogy egy nagyon jó, egy nagyon kedvező szerződés kötött a Düsseldorf, illetve a Ferencváros. Ez mit jelent, vagy mit akar, amennyiben ezt el lehet mondani? Hát azt akarja, hogy jó áron tudtuk megszerezni. Tehát igazából én szerintem... De itt is van olyan mindesésnél, tehát hogy a további értékesítésre kerül, akkor... Nincs. Itt a, ha további értékesítésre kerül, akkor a bevétel a Ferencvárosé. Úgyhogy... Pedig benne van, hogy ő... Szerintem abszolút benne van, főleg, hogyha... Esetleg óriási szerencsékén hozzáteszem hozzá, de mondjuk Európa Liga csoportkörbe oda kerülnénk, és ott jó szériát nyomna, akkor biztos vagyok benne, hogy felfigyelnének rá. De ha máskor nem, hát reméljük, hogy majd a következő világbajnokságon megint kerettag lesz. És akkor már játszik is. Igen. Nagyon jó szemléletű srác egyébként. Igen, ez látszik, hogy végtelen fegyelmezett, és nagyon profi játékos. Úgyhogy... Nem tudom, ilyenkor ugye az ember magyar labdarúgást néz, sokat foglalkozik vele, jó magam közvetítem is, de hogy ilyenkor mit mondanak a szakemberek, és olyan szakemberek mit mondanak egy játékosról, akik mondjuk esetleg mérvadó szakemberek. Tehát ők is úgy látják, hogy ő egy kimagasló képességű szélső átvéd? Hát szerintem a szakma is látja azért, hogy ő egy jó minőségű játékos, és az elég erősek leszünk, tehát azt se felejtsük el, hogy ott a bal oldalon ott jön vissza Leandro is. Úgyhogy, illetve... Őt már be is jelentett a Ferencváros. Tehát azért ez megint egy erősítés, és hát ez a kimondott célunk az, hogy őre ilyenkor mindig megköveznek a szurkolók, hogy persze, hogy bajnokságot, mindig elmondom, hogy bajnokságot szeretnénk nyerni, de szerintem egy Ferencvárosnak más célja nem lehet, másrészt pedig most egy olyan játékos keretünk van, ami tényleg feljogosít minket arra, hogy a bajnoki címért induljunk harcba. Itt egy kicsit belemélyedhetünk a játékos politikába, mert talán a hallgatókat is érdekli, és aki követi a labdarúgást, azért tudja, hogy például a Ferencváros védelme, ami nagyon jól teljesített, azért ott, hogyha most Batikot nem számolom, akkor azért itt beszéltünk Ramirezről, a belső védőnél Nalepa, vagy Mateos szóba került, ugye Pavlovics visszament a Werder Bremenhez, illetve Dilavert hagytam ki, ha minden igaz. De most változnak a szabályok, változnak a lehetőségek, hiszen a Nemzetközi Kupában induló magyar klubcsapatok a bajnokságban 5 külföldi játékost foglalkoztatnak. Itt azért minőségi védőjátékosokról beszélünk. Mennyiben kell nektek másképp gondolkodni, és hogyan álltok hozzá az idényhez? Igen, hát most az új szabályozás az, hogy abban az esetben, hogyha valaki nemzetközi kupa szereplő, abban az esetben 10 külföldi szerzettetett játékosa lehet, és a pályán a kezdő csapatban 5 léphet pályára, plusz egy 20 év alatti magyarnak kell a kezdőben lennie. Ez különböző ösztönzési rendszerekhez kötötte az MLS, tehát abban az esetben, hogyha valaki megfelel annak, hogy 10 játékos van csak a keretben, akkor egy bizonyos összeg illeti azt a csapatot. Természetesen... Hát ugye ez nem mellékes összeg, azt nem mellékes összeg, ez 100 milliós nagyságrendű összeg. Igen, tehát itt több 100 millió forintról van szó. A Ferencváros mindenféleképpen fogja tudni tartani azt, hogy 10 szerzettetett külföldi legyen a keretben. Illetve nem csak a keretben, hanem úgy van a szabály, hogy a klubban, a szerződésben lévő játékosok száma 10 lehet, aki külföldi. Ezt mi fogjuk tudni tartani. Azt nem minden esetben fogjuk tudni tartani szerintem, hogy 5 lesz csak a kezdőben. De igazából... De akkor elesik pénztől a Fradi? Igen, csak itt mérlegelni kell. Tehát igazából vannak olyan csapatok, akiknek azt kell, hogy legyen a céljuk, hogy nemzetközi kupaszereplők legyenek a szezon végén, és vannak és olyan csapatok... És abból bevételt generálni. Hát persze, és vannak olyan csapatok, akik pedig azt kell, hogy legyen, akiknek azt kell, hogy legyen a céljuk, hogy stabil résztvevői legyenek az első osztályú bajnokságnak. De ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én ott voltam azon a sajtótájékoztatón, ahol elhangzott, hogy a Szerencsejáték ZRT-vel, most nem tudom, hogy ez végül is alá lett-e írva már az a szerződés, ha jól tudom, nincs aláírva a Magyar Labdarúgó Szövetség és az ZRT között. Lehet, hogy neked több információd van. Nincs több információ. Igen. Tehát, hogy onnan talán 3-400, tehát, hogy több 100 milliós összeg hangzott el a sajtótájékoztatón, tehát ez egy nagy összeg. De akkor ti elkezdtek számolni, hogy mondjuk, hogyha főtáblára tud jutni az EL-ben a Fradi, vagy megy 4 kört, és a playoffig eljut, az is rengeteg hazai mérkőzés, akkor mennyi a jegybevétel, mennyi a közvetítési jogdíj, stb. Tehát, hogy megéri? Hát mindenféleképpen kalkulálni kell, azért szoktam mondani, hogy ez egy üzlet, tehát egy emocionális üzlet, de üzlet. Tehát, hogyha konkrét számokról beszélve, abban az esetben, hogyha, és most Európa Ligáról beszélek, azt mondom a BL-t is, hogyha Európa Liga selejtező körben, mint ahogy most a magyar csapatoknak hiába vagyunk mi kupagyőztesek, tavaly még a kupagyőztes a második körben szállt be, most már az első körben kell beszállni, ugye elég rossz a... Így van 4 kör, ugye a főtábláig. Kör plusz a playoff, és utána kerülsz főtábl
és per kör nagyságrendel 200 ezer euró a díj, amit fizet a szövetség, az UEFA, de azért ebből le kell vonni utazási költségeket, stb. Tehát azért azt lássuk be. Na most abban az esetben, hogyha valaki oda kerül a főtáblára, akkor viszont 2 millió 400 ezer euró a bónusz, csak azért, mert felkerültél. Tehát, hogyha így összeadogatom a pénzeket, akkor azt jelenti, hogyha mondjuk Európa Liga főtáblára kerül valaki, az nagyságrendel 1 milliárd forint, csak még nem rugott labdába a főtáblán. Még nem nyert meccset, tehát nincs a pont. Nem, mert ott úgy van, hogy pont pénz van, tehát per pont kapsz 120 ezer eurót. Ami akarom, sok akarom, kevés. De mondjuk, hogyha ezt a BL-ben nézem, akkor már rögtön más. Elmondott rá, mire zárra, hát igen. Egy győztes meccs az. Igen. De hogyha például a BL-t nézem, akkor a selejtező körökben nagyságrendek hasonló összegekről beszélünk, tehát ott nincs nagy differencia, viszont hogyha valaki bekerül a BL csoportkörbe, az 12 millió eurót kap. Tehát azért az közel 4 milliárd forint, amért csak bekerülti a csoportkörbe, és utána minden egyes pont az 500 ezer euró. Tehát, hogyha valaki nyer egy mérkőzést, az rögtön 500 000 megint. Úgyhogy ott már hatalmas pénzek vannak, és ilyenkor én egyébként azt tartom, hogy a BL-be könnyebb bekerülni egyébként most jelen pillanatban, mint az Európa Liga. Hát igen, mert ugye a Platiniék létrehoztak egy a bajnokokat védő rendszert, igen. Ami a közép- vagy kelet-európai országoknak kedvez. Igen. Tehát mondjuk, hogyha a magyar bajnok bekerül a csoportkörbe, az azt jelenti, hogy nagyságrendileg rögtön 4 milliárd forinttal megnő a költségvetése. De és amikor azért kineveztek, én emlékszem, ott voltam azon sajtótájékoztatón, és akkor is rögtön célokat tűztek ki. Tehát te azt mondtad, hogy bajnoki cím. Igen. Most azt mondod, hogy BL főtábla. Csak hát először hogy legyen. Vagy először a Ferencvárosnál így kell. Nézd, a Ferencváros, és én ezt szoktam mondani, és van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, de pont most csináltunk egy reprezentatív kutatást. Ugye, amikor elkezdtük ezt az egészet 4,5 évvel ezelőtt, akkor is csináltunk egyet. Direkt ugyanazzal a céggel csináltuk, direkt nem budapesti céggel csináltuk, és direkt ugyanazokkal a kérdésekkel csináltuk. Kíváncsiak vagyunk mi mindig arra, hiszen a Ferencváros egy termékként kezelve, hogy hol tart ez a termék ismertségben, lehetőségekben, stb. Akkor 1 millió 40 ezer szimpatizáns volt ország határokon belül, amikor elkezdtük ezt az egészet. Jelen pillanatban mostani adatok szerint, ami másfél hónappal ezelőtti adat, az 1 millió 680 ezer szimpatizáns van. Ami egy óriási szám, és nyilvánvaló, hogy azért is növekedett ez, mert a csapat jól teljesít, mert van egy szép stadionunk, stb. De és amit el akartam mondani, hogy a Ferencváros az egy nemzeti kincs. Tehát a Ferencváros, hogyha triótot kimész külföldre, és labdarúgásról van szó, akkor mit tudnak Puskás és Ferencváros? Nagyjából ez a két dolog az, ami rögtön beugrik az embereknek külföldön is. Tehát, hogyha a Ferencváros jól teljesít, és a Ferencváros nemzetközi kupában is mondjuk egy középszintet elér, tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk rendszeres részvevőjévé válik mondjuk egy Európa Liga csoportköröknek egy pár éven belül, az Magyarországnak is nagyon jó. Tehát ez egy ország image közvetítésére is nagyon jó, hiszen a Ferencváros a sport területén, és legyen a sportdiplomácia, vagy elérve mondjuk bizonyos eredményeket a zöldjepen, vagy más sportágakban, azért egy töltsér, és Magyarországot közvetíti kifelé. Tehát Magyarország legnépszerűbb klubja, de nem csak Magyarországon ismerik. Ugye ennek van egy másik megközelítése is, hogy azok, akik esetleg azért dolgoznak, és én hiszek abban, hogy elég sokan vannak, akik azért dolgoznak, hogy a magyar labdarúgás újra erős legyen, azok régen is mondták, amikor még nem voltak lehetőségek, és ma is vallják, hogy a magyar labdarúgás akkor tud erős lenni, hogyha van egy erős Ferencváros. Hogy most az aktuálisan második vagy harmadik az Újpest és a Videóton mögött, vagy éppen bajnok, mint ahogy te szeretnéd, az egy kérdés, hogy legyen erős Ferencváros. Na most jelenleg van erős Ferencváros. Jelenleg mondtad ezt 1,6 millió számot. Én egy másik számot mondanék, ha jól tudom, akkor 60 ezer fölött van most már a bérletes. Igen, 64-65 ezer. Igen, tehát még ment fölfele. Nincs még egy ilyen magyar klub, amely ilyen nézőszámot tud generálni vagy elérni? Hát, de ez mindig is így volt, lássuk be. Tehát azért nekünk most az átlag nézőszámunk, nem tudom a pontos adatot, de most olyan 8 és 9 ezer között volt ebben a szezonban. Volt olyan... Itt csatát nyertetek? Milyen csatát? Hát itt azért, hogy az ultrák kirekesztésével ment folyamatosan. Az ultrák nincsenek kirekesztve. Bocsánat, ő saját magukat kirekesztették, igen, akkor mondjuk pont így. Múltkor nézegettem bent, hogy 15 vagy 16 embert tiltottunk ki a 4,5 év alatt a stadionból. Összesen, mindösszesen. Senkinek nem lett baja abból, hogy szkennelt. 64 ezeren ezelőtt beszéltünk, nagyságrendek szkenneltek, senkinek nem semmiféle problémája ebből. Úgy vélem, hogy ha a csapat jó teljesítmény nyújt, akkor igenis a srácok vissza fognak jönni, vagy legalábbis egy jó részük vissza fog jönni, hiszen előbb-utóbb hiányozni fog nekik a Ferencváros. Csatát nyertetek?
Én ezt nem nevezném csatának, és ez nem... Tehát hát ők is fradisták, mi is fradisták. Volt egy szemlélet különbség. Hát persze, hogy a szemlélet különbség, mert azt mondtuk, hogy mi szeretnénk azt, hogyha nem kéne nekünk mondjuk zárt kapu mögött játszani az első nemzetközi meccsünket, amit most fogunk játszani. Tehát ugye most a múltkori balhék miatt kaptunk egy zárt kapus meccset. Tehát valamilyen szinten rendet kell rakni a stadionban, és ennek egy jó eszköze az, hogy például mindenki regisztrálva van, aki bejön, pontosan tudjuk, hogy ki az, aki bejött, hol van. Van egy kamerarendszer a stadionban, és itt nagyon, tehát mindenkinek felelősséget kell vállalni a tetteiért. Tehát ez nem normális dolog, hogy egy Ferencvárosnak zárt kapuk mögött kell játszani a nemzet közé is rejtező mérkőzéset, az elsőt, és mi kaphatunk, most már nem vagyunk kiemeltek, sem mi kaphatunk egy komoly csapatot. Tehát azért nem lenne baj, hogyha ott lenne benne közönség. Hát igen, itt áttérhetünk a sportszakmai részére, és hogy nagyon komoly csapatot is lehet kapni rögtön az első rejtező körben. Itt a román bajnok, a szlovák bajnok, a Skopje is jöhet, tehát Macedón csapat is szintén, Vojvodina, igen. West Ham United, tegyük hozzá. Tehát, hogy itt azért elég nagy a kockázat, bele lehet futni esetleg egy nagyon erős csapatba. De visszatérve a nézőszámhoz, én azért kérdeztem, hogy csatát nyertetek-e, mert én azt figyelem, hogy miközben megjelenek olyan cikkek, hogy a Fradinál most voltak a legkevesebben, az a most legkevesebben tavasszal, az is 6000 körüli nézőszám. Igen. De egyébként volt 10 fölött több hát alkalommal volt 22 is. Volt 22 ezer közül, volt a derbi, meg 16 ezer fölött a tehát, kupa döntő. A nézők megjelentek, visszajöttek, igen. Mellétek álltak. Igen. Miért? Hát nem mellénk, a csapat mellé. Tehát én erre szoktam mondani, hogy aki kint van a tüntető, aki bejön, az szurkoló. Tehát engem lehet szídni bent, azzal nincsen semmi baj, de a csapatot biztatni kell. Tehát egy csapatnak, hogyha szurkolok, akkor én azt biztatom, és szeretném látni, és azért reménykedem abban, hogy a személyes sérelmeket előbb-utóbb félre teszik a srácok, és be fognak jönni. Ha pedig nem, hát akkor nem tudok mit mondani. Tehát itt van egy beléptetési rendszer ennek a stadionnak, aki aláveti magát, az be tud jönni, aki nem, de senkinek nem lett abból baja, hogy bejöttek. Akkor most átérek a sportszakmára. Néhány kérdés elejéig Orosz Pál a vendégem, a FTC Labdarúgó ZRT vezérigazgatója. Beszéltünk erről, szóba került, hogy jöhet erős csapat. Mi van, hogyha egy erős csapat ellen a Ferencváros nem jut tovább az első körbe? Hát benne van a pakliban természetesen, hát most eret vágni nem fogunk, de azért nagyon szeretnénk minél tovább eljutni. Szerencse kérdése is, tehát még egyszer mondom, kaphatunk tényleg erős csapatot, de kaphatunk olyan csapatot Luxemburg. Is, aki kevésbé erős, de hát azért látjuk, hogy a mai világban már azért olyan óriási differencia nincs a csapatok között, tehát amikor azt mondom, hogy az olasz válogatott elment Máltára, és kinkeservesen 1-0-ra tudott nyerni, azért az jelent valamit, vagy mi is, hogy megszenvedtünk tavaly a máltaiak ellen, mondjuk azt magunknak tettük, nehézé tegyük hozzá. De ez már szerencse kérdés, és 22-én van a sorsolás, és hát akkor sokkal okosabbak leszünk. Talán még nem szeretnénk nagyon oda kerülni a csoportkörbe, de ahhoz még erősödnünk kell. Még hanem, mindig? Igen. Hát alakulhat úgy, hogy oda kerülünk, de azért alakulhat úgy, és most mondtad, hogy kapunk egy olyan erős csapatot, aki mondjuk fölöttünk van. Azt hiszem, hogyha mondjuk most játszanánk a Riekával, akkor nem biztos, hogy kiesnénk. De hát a foci, tudod milyen, hát labdagömbé, bármi történhet. Egyébként az erősítésre visszatérve, lesznek még igazolások? Lesznek, mindenféleképpen lesznek. Magyarok? Igazolások. Hát most itt nem akarom előni a poénokat, természetesen tárgyalunk magyarral és külföldivel is. Nehezíti a dolgot a magyarok tekintetében az, hogyha valakinek szerződése van, akkor a kivásárlás az mondjuk lehet a sokszorosa annak az összegnek, amit remélem ezzel kapcsolatban mondtam, és nem tudom, hogy reális vagy sem. Ez akkor is igaz, hogyha olyan csapatról van szó, amelyik most visszakerült az NB3-ba, mert nem kapott licencet, mert ugye most jelenleg, aki foglalkozik a magyar játékos piacra, azt tudja, hogy több olyan játékos van, aki egyébként jó labdarúgó, még akár nemzetközi szinten is labdarúgónak számít, és jelenleg elérhető. Csak ilyenkor hogy elérhető? Hát elérhető, persze, az annak is függően, azért általában ezek a szerződések úgy vannak, hogyha mondjuk egy NB3-as szintre visszaesik egy csapat, akkor szabadon igazolhatóvá válik ez a játékos, tehát ők nagyjából azért így kötik, mondjuk van, aki igen, van, aki nem. De mondjuk ez a szakma is tárgyal. Ez benne van a szerződésben. Hát van olyan, akinek benne van a szerződésében, én biztos belégnem az enyémbe, hogyha játékos lennék, hogy abban az esetben, hogyha mondjuk másod vagy harmadosztályba kiesik a csapat, akkor szabadon igazolhatóvá. Elmegyek egy korábbi bajnok csapathoz játékosnak, és
írjam bele, hogy MB3-as lesz, persze. Hogy jött ne eszembe. Persze, hát jó, oké. Ezért van. Na, jó, igen. De a lényeg az, hogy ez még mindig egy, de ez nem egy általános dolog. Van ilyen is, meg van más is. De itt nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy ugye a szakmai stáb megmondja azt, hogy milyen pozíciókra van szüksége, mi az a pozíció, amit erősíteni szeretne, milyen stílusú játékossal szeretne erősíteni, és adott esetben még ajánlása is van. És ilyenkor ők most elmentek szabadságra, mi nem, és mi elkezdünk ilyenkor dolgozni kőkeményen azon, illetve nem csak most, hanem már régóta csináljuk, hogy azokat a játékosokat, akik szóba jönnek, azokat megnézzük, elutazik a stábból valaki, például Máté Csaba most volt Norvégiában, hétvégén megnézett egy játékost. Tehát én szerintem ez egy hosszadalmas folyamat. A lényeg az, hogy júni 14-én kezdünk, júni 14-ére azért szeretnénk olyan állapotban lenni, hogy az igazolások nagy része már itt legyen. Ezt te szereted csinálni? Én imádom. Tehát ez egy borzasztó. Édesapád állítólag azt mondta neked, hogy úgy csinált, hogyha majd egyszer visszatérsz a 13-as szektorról, nem is tudom, most van-e ilyen egyébként, hogy 13-as szektor, igen, de lehet, hogy kéne, akkor emelt fővel tehest. Én úgy gondolom, hogy úgy csinálom, biztos van, aki úgy gondolja, hogy nem, de szerintem, ami, tehát hogyha megnézzük, hogy honnan indultunk, Dani, azért láttuk azt, hogy 4,5 éve, hogy nézett itt ki a történet, hónapokkal nem elvonrat fizetések, rossz infrastruktúrális háttér, stb. Tehát, hogy most valaki kijön a Népligetbe, akkor lehet azt látni, hogy és azért a Népliget állapota azért nagyban köszönhető a Kubatov Gábor rendmániájának és ilyen notórius rend kényszerének. Tehát ő gyönyörű szépen megcsináltatta ott a dolgokat, amikor jön egy külföldi játékos, akkor az edzőközpont bejön, és aztán tényleg csak csettinteni tud, hogy ez nemzetközi. Erre mondtad, hogy Tomás Zoll azt mondta, hogy Bundesliga szintű körülmények vannak. Igen. A stadion az önmagáért beszél. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen stadion igenis most már járt a Ferencvárosnak, de viszont most kint voltunk a Bajnokok Ligája döntőn, pont tegnap jöttünk vissza, és azért láttuk, hogy szép-szép a berlini stadion, de hát azért egy régi létesítmény, azért az infrastruktúrális háttér, ez nem olyan, mint amilyennek kellene lenni. Tehát mi jobb körülmények között tudunk játszani? Ez egy más kérdés, hogy 80-80 ezer. Milyen volt a BL döntő? Na! Milyen volt a BL döntő? Hiteleszem tanul. Hát én láttam tévén. A BL döntő olyan volt, hogy én szerintem azért mindenki jobban járt volna, hogyha ha mondjuk egyenlítettebb erők küzdenek, azért elég egyértelműen a Barcelona dominált. Az egyenlítésnél is úgy éreztem? Hát én számomra nem volt kérdés, hogy a Barcelona fogja megnyerni, tehát aki látja azt, tehát nem ahogy a Tomás is mondta, Barcelona nem lehet nyerni, hogyha jó napjuk van. Kontrából elmentek állandóan ember pillanatokon, akkor 5-3 ellen voltak, tehát hihetetlen. Hát egy óriási élmény volt. Szerintem aki valaha eljut egy BL döntőre, az egy életre szóló élmény, még akkor is, hogyha számomra csalódás volt az egésznek az infrastruktúrális háttere, illetve a logisztikája. Tehát én azt gondoltam, hogy Berlinben majd aztán ott a németes rend van, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy taxi nem volt a végén, tehát abszolút nem volt ez az egész átgondolva. Az emberek indultak, amerre tudtak, aki felfért a metróra, az felfért a metróra, aki nem, az gyalog indult a városba, tehát mi is ilyen 2:30 felé értünk vissza a szállásra. Nálatok rend van általában, ugye, aki járt Fradi meccsre, azt tanúsíthatja, hogy azért ott... Igen, egy nagyon jó kis táv alakult ki, aki mindenki tudja most már, hogy mi a dolga, és hát egy élmény, tehát egy olyan, nem csak egy sportélmény, hanem egy program tulajdonképpen a meccsre kijön. Most lehet, hogy amatőr lesz a kérdésem, de külön van olyan ember, aki azért felel a Gruppa Ma arénában, hogy akkor, amikor mondjuk egy 20 000-es derbi zajlik, akkor az emberek minél könnyebben és gyorsabban el tudják hagyni a stadion területét? Persze. Logisztikai szakember. Abszolút. Tehát itt ez együtt vannak a biztonsági, logisztika, stb. De hogyha megnézed, hogy most szerződésünkkor nem akarom mondani, az egyik nagy taxitársasággal, tehát a taxik ott állnak, kijön valaki, egyből be tud ülni, tud menni. Tehát mindent át kell gondolni, és azért az meg kell tisztelni azt a nézőt, aki kijön. Tehát ő azért költi el ott a pénzét, hogy jól érezze magát, és ő meg el is várhatja azt, hogy megfelelő szintű kiszolgálásban legyen része. Szerintem az van. És hogyha most már az infrastruktúránál tartunk, akkor ne felejtjük el, hogy a volt törekvés pályát, ugye most újítottuk pont fel. Pont most akartam áttérni a női focira. Egy gyönyörű szép központja lett a női labdarúgásnak, az is egy olyan központ, ami egy világításos füves, egy műfüves, szintén világításos műfüves pályával. Álljunk még egy pillanat, mert erre készültem. Tehát ugye ez egy 20-as években épült
pálya, az első, én utána néztem, de talán te is tudod, mert gondolom olvastad az anyagban, vagy láttad, hogy ez az első MÁV által épített sport. Ezt nem tudtam. Centrum. Na, igen, ez az első MÁV pálya, a törekvés pálya. Egyébként egy építészeti érték több szempontból maga a helyszín, de ez kőbányai tulajdonban van, azt jól tudom? Önkormányzati tulajdonban. Igen, igen. Ki keresett meg kit? Hát itt a klub és az önkormányzat közösen dolgoztak, tehát itt én a végeredményt látom tulajdonképpen, szerintem fantasztikus, tehát a régi épületek megőrzés és felújítása mellett ez a csodálatos pályák lelátóval, ugye ott volt most már a női bajnoki döntő, onnan közvetítette és a televízió. Voltak nézők, 6-800 ember volt. Igen, és egy jó hangulatú mérkőzés volt, én megnéztem a pálya minőségét, hát ez valami csoda. És aztán ott valaki mondta is, hogy most benne van az ország 5 legjobb minőségű pályájában. Igen, ezt egyébként tanúsíthatom, hogy valóban nagyon-nagyon jó minőségű egyéb, de ott van egy műfűes pálya is. Van egy műfűes pálya is, így van, az is világítással, van egy öltözőrendszer, tehát nagyon-nagyon komoly, és hát nagyon boldogok is, de én úgy gondolom, hogy meghálálták. Bennem egy kérdés merült föl, amikor megnéztem a pályát, hogy ez a konténerrendszer, ami kiépült, az milyen, az mennyire tartós, mennyire jó megoldás? Az szerintem egy nagyon-nagyon jó megoldás, tehát ha bemész és megnézed, azért ott van a kialakítás, ott szobák, tehát ott lehet lakni is, ez légkondicionált konténerrendszer, tehát öltözőkkel, mindennel nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Maga a vívócsarnak is felújítva egyébként? Hát ez milyen szinten lett felújítva, azt nem tudom, de pont ott voltunk a megnyitónál, ott volt egy kis ilyen kocintás előtte, és hát néztem azt, hogy milyen csodálatos szép, tehát azért ott vannak, van egy ilyen gyönyörű szép, például Kovács Oltvas korlát ugye fönn, tehát ez mind régi, antik dolgok, amik meg lettek őrizve, és én szerintem azért fel is lettek újítva, mert ahogy ez kinéz, kútház. Van hátul egy kútház, azt is megtartottuk, tehát az is egy gyönyörű szép téglás. És ugye ez annó arra épült, hogy ellássa vízzel magát a sportcentrumon? Hát gondolom, hogy a sportcentrum ellátására, meg talán az ipartelep ellátására is, de minden esetre ezek értékek, és az értékeket meg kell őrizni. Tehát a Ferencváros mindig is, és itt ugye megint visszatérek, ez a nemzeti kincs, tehát ez nekünk van egy óriási múltunk, azért ne felejtjük, 1899-ben alapították a Ferencvárost. És azért mégis mi vagyunk a magyar rekordbajnokok, hogyha a labdarúgást nézem, 28-szoros bajnokok vagyunk, jó, most már kimondani, hogy most már 21-szeres kupagyőztesek vagyunk, UEFA kupagyőztesek, stb. Tehát erre vigyázni kell most nekünk, aztán majd másoknak, tehát erre szoktam mondani, hogy én nem nagyon szeretem, amikor valaki azt énekel, hogy mi vagyunk a Ferencváros, persze értem a szurkolókat, meg én is énekeltem annó, de hogyha az ember belegondol, akkor ez tulajdonképpen egy eszme, egy amit szolgálunk, aztán majd más is szolgál, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy mi vagyunk, tehát ez sokszorosan túl fog minket élni, mi már rég nem leszünk, azt se tudják, hogy kik vagyunk, mint ahogy az elődeinket se mindenki tudja, és hát ez megy tovább. Azt mondta Kubatov Gábor a megnyitón, és a Ferencvárosra gondolt, szerintem, hogy építünk. Építünk, igen. Igen. Most ez a törekvés pályára aztán végképp példa, mert az, hogy a Gruppa Marina elkészül, az még lehet összfutball érdek, igen. De itt azért a női fociról van szó, amely elég mostra a körülmények között volt az elmúlt években, egy régi pályáról van szó, amely nem csak a Fradié lesz, tehát azért ez egy elég szép küldetés. Igen, és hát itt lehet képletesen is érteni az építünket, meg konkrétan is. Tehát amit most mondtál, az egy konkrét dolog, de hogyha képletesen mondom, akkor most volt például az utánpótlásnál, nézzük az utánpótlást, Pünkösdi torna, hát olyan csapatok voltak most már itt, hogy itt volt a Valencia, itt volt a Láció, a Stoke City sorolhatnám, tehát komoly nemzetközi megmérettetések vannak most már. A Ferencváros ilyen szempontból is azért visszakerült, rengeteg munkánk van ebbe, és nem csak nekünk, hanem az utánpótlás vezetőknek, Teó, Dragi, Keller, stb. Sorolhatnám az edzőket is, hogy azért mi komoly utánpótlás központ vagyunk most már, hát csapataink ott vannak az élmezőnyben, mindenhol. Úgyhogy szerintem nagyon jó irányba megyünk, és hogyha lehetőségünk ezt tovább ezt így csinálni még egy pár évig, akkor szerintem a Ferencváros újra ott lesz, ahol kell lennie. Csányi Sándor azt mondta, arra a kérdésre, amely a női labdarúgásra vonatkozott, hogy ő úgy gondolja, hogy sokkal rentábilisabb a női fociba befektetni, mint a felnőtt férfi labdarúgásba. Ez konkrétan így elhangzott tőle, egy televíziós kérdés kapcsán, pont nálunk az MTV-en hangzott el. Ezt te hogy látod, hogy a női labdarúgásban valóban ekkora perspektíva van, és te a Ferencvárosnál ezt mennyire érted? A női labdarúgásban egyre nagyobb perspektíva van, ez kétségtelen tény. Ugye pár évvel ezelőtt ezt nem vettük mi meg komolyan, én sem, őszinte vagyok.
Tehát, de azért látom azt, hogy milyen munka folyik, látom azt, hogy nemzetközi szinten is milyen munka folyik, látom azt, hogy más pénzekről beszélünk adott esetben, tehát mondjuk a játékos fizetéseknél is, tehát mondjuk egy Ferencvárosban, amit tudtunk igazolni a Barcelonából. Bizony. Most, hogyha én a Ferencváros fiú első osztályú csapatába szeretnék a Barcelonából igazolni, hát akkor körbe röhögne mindenki. Ilyen szempontból de egy buszkez beférne. Úgyhogy nem, de hát teljesen más költségvetésekkel működnek a nagy nemzetközi klubok, meg mi. Ezt te is tudod pontosan, de nem is kell nagy klubhoz menni, tehát múltkor ugye Norwich City már említettem talán, tehát David McNally az ügyvezető, én voltam náluk 2-3 napot, beszélgetünk erről, arról, arról, és akkor kérdezte tőlem már, hogy a meccseinket adja a tévé. És ott mondom, persze, hogy adja, hát hogy ne, és azt mondom, hányat ad? Még múlt szezon voltam, mondom, mindet adta, hát komolyan. És pénzt kaptok érte, és mondom, hogy ne kapnánk, hát persze van a szerződés. És várj, a Norwich Cityről beszélek, szóval nem a Manchester Unitedről, akik ugye kiestek, most kerültek újra vissza. Igen. És ez még akkor volt, mielőtt kiestek. És hát mondom, kapok, most forintba fogom mondani, nagyságrendben olyan 200 millió forint, azt mondom, meccsenként? Hát mondom, dehogy meccsenként, ezt egy szezonra, és mondom, miért, mennyit kaptok? Az 24 milliárdot. Igen. És ez egy Norwich City. De állítólag most egy újat írtak alá a Premier League-re, és hát az még brutális összeg, hogyha jól tudom, akkor minden egyes Premier League induló csapat 100 millió font fölött kap. Erről 50 milliárd forint körül. Tehát teljesen más történet. De ahhoz, hogy egy Ferencváros, mondjuk egy a Ferencváros labdarúgó csapata szerintem egy nagyságrendek stabil résztvevője legyen mondjuk az Európa Liga csoportkörnek, ahhoz kellene egy olyan 5 milliárd körüli költségvetés. Hát ezzel kapcsolatban is írnak sok mindent, hogy már majdnem megvan például. Hát nincs meg majdnem. Ha valaki, akkor te tudod. De természetesen jó lenne. Hát azt szokták mondani, hogy Európa Liga azon 5 milliárd körül van, a Bajnokok Ligája az 10 körül van. Tehát az, hogy az ember ne véletlenül éljen oda, hanem azért számoljon. És akkor nem azt mondom, hogy... legyen. Egyébként rengeteg példát látni arra, hogy hogyan építenek föl vállalkozók csapatot, igen, és juttatnak el. Mondjuk a Lyon lemenedzserését lehet szép példaként említeni, amely így lett felépítve, és utána hosszú évekig folyamatos részevője volt a BL főtáblán. Ott van Ludogorets Bulgáriában, most néztem, azt hiszem rosszul látok, 2004-ben alapították valahogy. Igen, igen, a semmiből. Jó, most én tradicionálisabb klubot akartam persze, mondani, de mondom, ilyen is van. Oda lehet. Vagy az ukrán csapatokat is lehet. Igen, igen. Tehát a nagy fiúk játéka az a BL, de azért mi nagyon boldogok lennénk, ha mondjuk Európa Ligában rendszeresen ott lehetnénk. Nagyon érdekes volt, amikor itt volt a Chelsea, ők mondták, hogy nem úgy kéne nekünk találkozni, tehát ezen a múlttal, ami nektek van, és látták ők is, hogy honnan, hova jutottunk 4 év alatt, de azt mondták, hogy most már majd 1-2-3 éven belül úgy kéne találkoznunk, hogy amikor nekünk nagyon rossz szezonunk van, és mondjuk az Európa Ligában összefutunk, akkor jól elverünk titeket, és akkor hazamentek, de nem úgy, hogy ti fizettek nekünk azért, hogy egy gála meccsre ide jöjjünk a stadionotokat megnyitni. Orosz Pál a vendégem, itt a Gazdasági Rádióban, az FCC Labdarúgó ZRT vezérigazgatója, és hát nem mehetünk el amellett, hogy volt egy válogatott meccs, és lesz egy válogatott meccs szombaton, Finnországban játszunk Európa-bajnoki selejtezőt. Egy klubvezetőnek mennyire fontos az, hogy a válogatott mit ér el? Hát itt részint, mint magyar embernek, részint, mint klubvezetőnek, tehát mind a két szempontból nagyon-nagyon fontos. Szerintem a válogatott most jó úton van. Komoly munka folyik. Én nagyon remélem, hogy már most meg lesz ennek az eredménye, de hogyha nem most, akkor a közeljövőben, mert én úgy gondolom, hogy jó kezekben van az egész. Nagyon jó lenne a magyar labdarúgásnak, hogyha most oda tudnánk érni. Tehát az egész megítéltetésnek. Ezt szoktam mondani, hogy talán szerénytelenül, de azért sportdiplomáciai szinten, mint Ferencváros, mi most már azért ott vagyunk egy bizonyos szinten, a nemzetközi szövetségekben részt veszünk, munkákban, csoportokban. Most például részesei voltunk egy club management guide megalkotásának együtt a PSV Eindhovennel, stb. Tehát eljutottunk valahova. De ennek akkor lesz igazán értéke és foganatja, hogyha pályán is eljutunk valahova, és itt most nem csak a Ferencváros, hanem a magyar válogatott is. Tehát ez egész magyar labdarúgás, és nem csak a magyar válogatott, hanem a többi klubcsapat, akik nemzetközi szinten szerepelnek, majd fontos, hogy úgy lépjünk majd pályára. Az jutott eszembe, hogy ugye német szakvezető van a Ferencváros labdarúgó csapatának, Tomás Dól, és ő
ő Dárdai Paliról mit mondott, amikor képbe került, aztán amikor ez egész Hertha sztori kibontakozott, átvette a gyerekcsapat vezetőedzőjeként, átvette a felnőtt csapatot, tudom, hogy jóba vagytok, tehát beszéltetek erről? Vagy publikus? Nem formált véleményt erről, tehát a Tomasz egy nagyon-nagyon diplomatikus ember, és se pro, se kontra nem formál ő véleményt ezek a dolgokkal kapcsolatban, aztán természetesen találkoztunk a Dárdai Palival, és beszélgettünk, és ők is beszélgettek többször utána telefonon, tehát tartják a kapcsolatot, azért ott van a Stork, ugye, nálunk ott van a Theo Schneider, tehát ezzel se felejtsük el, hogy most az utánpótlás vezetőnk egy a Borussia Dortmundtól idejött szakember, aki irányítja ott a munkát, és hát van egy kohézió közöttük, ez természetes. És egy nyelvet beszélnek. Abszolút egy nyelvet beszélnek. Pont Palit hallottam németben nyilatkozni, és egészen megdöbbentem, a Hertha oldalán fönn van egy videó, és igen. Hát 20 éve kín van. Látszik. Remélem az egy nyelvet beszélek. Úgy egy nyelvet beszélek. Úgy az hosszú távon megmarad. Minden esetre egy összegzésként az elmondható a beszélgetés végén, hogy jelenleg azzal foglalkoztok, hogy a kezdésre 14-ét említettél, már legyen egy olyan csapat, amelyik alkalmas. Hát most is van, de legyen egy még. Jó? Még tehát jobb, most nem, van. Most voltak azért távozók, de Bőnig, lesznek érkezők is. Igen. Hát a Pavlovics visszament, akkor a Kukruzovicsal és Avicsal szerződést bontottunk. Folyamatban van ez a Nagy Danival kapcsolatban is. Az Ugrait valószínűleg, hogy kölcsön adjuk egy évre, tehát hogy folyamatos játék lehetőséget kapjon. Ez még meg nem kristályosodott ki ez a dolog, de szó van róla. Úgyhogy... Mondjuk ez új, ezt nem hallottam. Ja, hát ez még mondom, tehát most beszélgetünk különböző klubokkal, akik bejelentkeztek, és neki is, meg nekünk is az az érdekünk, hogy játék lehetőséget kapjon és játszom, mert az, hogy időnként kapcsak szerepet, az nem tesz jót neki. Záró kérdés, a 12 csapatos OTP Bankliga mennyire jó, mennyire más, mennyire értesz vele egyet? Ugye mi is, mint NB1-es bizottság elnök is kell, hogy nyilvánuljak ilyen szempontból, mert én azt mondom, hogy természetesen arra nincsen rálátásunk nekünk, hogy ki miért nem kapott licenszet, ezt minden csapat megkapta az indoklást a licenszadó bizottságtól, és utána, hogyha akarja ez a csapat, akkor nyilvánosságra hozza, akkor nem, akkor nem, tehát az MLS... Csak a Nyíregyháza azt a nyilvánosság. És... hát sajnos ez van. Én nagyon örülnék neki, hogyha 18 vagy 20 csapatos NB1 lenne olyan gazdasági háttérrel, ami lehetővé teszi ezt, de jelen pillanatban nincs meg ehhez a gazdasági háttér, ezt lássuk be. Ez kijelentő módon nincs meg. Ugye? Nincs, hát látjuk, hogy nincs. Igen. Tehát jó. Azért az nem felvállalható, hogy mondjuk úgy kezdjünk el egy bajnokságot, hogy nem vagyunk benne biztos, hogy kik fogják befejezni. Tehát az egész magyar labdarúgás megítélésének nagyon rosszat tesz, természetesen a benne szereplő csapatoknak is rosszat tesz. Szerintem, hogyha ha már kellett hozni egy döntést, akkor ez nem volt egy rossz döntés. Lebonyolítási rendszerre kapcsolatban meg ugye több opció is felmerült, tehát felmerült az, hogy adott esetben egy alsó felsőház lesz. Itt voltak pro és kontra érvek. Most ez a Dán modell maradt. Hát igen, nekünk az volt, tehát mondtuk, hogy ha már ez, akkor viszont mindenféleképpen egy olyan modell legyen, amikor tudjuk azt, hogy hány hazai meccset játszunk, mert nekünk bérletet kell árulnunk. Tehát ez mondjuk egy alap dolog. Tehát abban az esetben felmerült az is, hogy mondjuk az adott első két forduló, oda-vissza forduló, 2011 meccs eredményei alapján besorolnak csapatokat, és akkor annak függően, hogy hány meccset játszol otthon a második, vagy a harmadik fordulóba, hogyha így nézem, de hát ez nem kivitelezhető, mert akkor nem tudok mit mondani a bérletesen, de fogalmam nincs, hogy hány meccs lesz. Tehát most egy olyan rendszer van, amikor pontosan tudjuk. Sajnos, én még egyszer mondom, én nagyon örülnék neki, hogyha több csapat lenne, de jelen pillanatban ennyit bír el a gazdaság. Ugye ebben a modellben az egy hét védettséget élvez, ha jól tudom, tehát az játszhat több meccset hazai pályán. Igen. Ez a Fradinak fontos? Hát fontos. Mindenkinek fontos. Nagyon nagy harc lesz, és nagy mérkőzések lesznek. Ugye a rájátszás, tehát alsó-felsőházban volt olyan, hogy az alsóháznak a mérkőzései adott esetben érdektelennek lehetnek a közönség számára, amikor nincs már eldől, tehát nincs tét. Uh-huh. Egyet tudok érteni. Az NB1-es csapatok közül volt, aki ezt preferálta, volt, aki azt preferálta, hát azért azt el kell, hogy mondjam, hogy a többség a rájátszás, tehát az alsó-felsőházat preferálta, de megértjük természetesen, tehát erre szoktam mondani, hogy aki fizet, az diktál. Úgyhogy szerintem egy jó bajnokság lesz, mi mindenféleképpen szeretnénk odaérni az elejére.
szeretnék kupát nyerni, hát most nem sorolom el újra, azért evidens, hogy az ember valamit már megnyert, akkor annál lejjebb nem szeretné adni. Mondtam is, itt hülyeskedtünk a srácokkal, hogy a Honvéd meccs előtt, amikor eldőlt az, hogy ezüstérmesek leszünk, hogyha nyerünk, mondom, nyerjenek mindenféleképpen, akarok ezüstérmet, mert mostantól majd aranyakat fogunk nyerni, ami természetesen egy vicc, de azért valamilyen alapja van, tehát mindenféleképpen úgy megyünk. Vizre igaz. Hát igen, azért mondjuk ki, hogy mi szeretnénk aranyérmesek lenni, és a magyar kupát pedig szeretnénk megnyerni őre is. Orosz Pál volt a vendégem a Gazdasági Rádióban, sportmarketinges, sportgazdasággal foglalkozó műsorunkban. Köszönöm szépen, itt voltál, Pali, és hát elsősorban most nem aranyérmet kívánok, hanem jó sorsolást. Hát nagyon szépen köszönjük, az ránk fél. Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, egy hét múlva is várom Önöket, további szép napot.